Sziasztok, üdvözlök mindenkit! És egy új témával jelentkezem. A lakhelyemben vagyok most éppen. Itt meg szeretnék majd mutatni az apropóba, hogy... Na szóval itt lenne a parkoló, amint láthassátok most üres, hát üres, félig van. De délelőtt van, majd 5 órakor majd megint megmutatom, amikor fúló lesz. Szóval ez lenne az apropója a videónak. Láthatjátok, két oldalt szép fák. Nyírod gyep, kulturált környezet, ebben a 6 emeletes épületben lakom. Már 7 éve itt Németországban, ez a zöld övezeti terület volt, mert egy cégnél cégtől bérelem a lakást, és cég erre a sok autó problémára kitalálta, hogy ide erre a területre majd fog egy mélygarást építeni. Tehát sajnos a fáktól is meg kell szabadulni, le kell vágni, vagy ki kell vágni sajnos, de hát sok autó, kevés a terület. Szóval, itt láthatjátok, nagyon szép, korrekt kis park volt eddig. Külön két házmester van, aki ezt felügyeli, csinálja, javítja, gondozza. Nagyon jó, mert van, ki van találva itt németve. Magyarországon ez nem hiszem, hogy működne. Na, a cég fölmérte, hogy mennyi kiadó lakás lenne még szükség. Ennek a cégnek Németországon nagyon sok lakása van, ház, tömbje van. Ilyen 10-20-30-es nagyságrendben. És küldtek egy tervrajzot, mi szerint erre a területre is, és talán erre is itt házat fog építeni. Nem is tudom, 4 emeletes, maximum 6 emeletes, majd megmutatom a tervrajzot is. 4-et talán? 4-et, ha jól tudom. És szóval, itt volt egy játszótér. A múlt időben mondom, mert biztos meg fog szűnni. Van a 16 emeletes épület, ez a legnagyobb a cégnek. Mindjárt megmutatom a mélygarázs, most ahol vagyunk, épp a garázs tetején járunk, az is meg fog szűnni. Én szerintem ide is fog épülni majd egy vadonatúj háztömb. Ilyen szép kis sövény, nyírott sövény, kultúrát, szemétlerakóhely. Itt van ez a szép park, ami meg fog szűnni, ide is még egy vagy két háztömb fog épülni, jövő januárban fog kezdődni az építkezés. Most lemegyünk ide a mélygarázsba. Hát igen, itt égető probléma, sok autó itt német, mert családonként 2 van, minimum 2. Nekünk is 2 autónk van. Hát a munkajárás, munkába járásba kell. Na hát itt lenne a mélygarázs, mint említettem, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, vagyis 40 garázs van itt. Vagyis eleve úgy építették ezelőtt 30 évvel ezeket a háztömböket, hogy építettek még garázst, gondoltak rá, de már kinőttük sajnos. Úgyhogy érdekes lesz ez az építkezés, úgyhogy ez a kis videó erről fog szólni, hogy havonta mindig kijövök. De most mi is van augusztus? Szeptember 15-e 2020, és itt is vannak garázsok, és visszatérve, egy havonta ki fogok jönni mindig, és figyelemmel tudjuk majd követni az eseményeket, az építkezés, úgyhogy ez én szerintem elég érdekes téma lesz, majd is gondolom én, remélem tetszeni fog nektek is, ilyen 2-3 perces beszámoló lesz majd. Hát az építkezést úgy tervezték, hogy másfél évig fog tartani. Örülünk neki, mert nagy zajjal jár, porral, de hát reméljük, hogy a probléma meg lesz oldva. Hát csak ez azzal jár, hogy sokkal több ember lesz, több család. Hát nem tudom, kiket fognak ide betelepíteni, remélem nem migránsokat. Mint köztudott, Németország nagyon szereti a betelepülőket, vagyis a menekülteket, és ő kitanítatja őket, és én szerintem nem. Hát, de bízom benne, hogy nem így lesz. Itt vagyok a terv azzal, mint ígértem. Ez a mostani háztömb, ahol lakunk, ez a mellettünk lévő. Itt van a mostani parkoló. Ez meg fog maradni. Itt mellettünk lesz a mélygarázs. És itt van egy új lakás. Itt is lesznek parkolók, itt is. Itt van egy 16 emeletes, amit mutattam. Oda is fog épülni, ide is egy mélygarázs, ide is fog épülni egy
háztömb. Szóval 1, 2, 3, 4, 5 háztömb lesz új, a három régi mellé. Elég nagy beruházás lesz, úgyhogy másfél év múlva kész lesz a videó, az én szerintem érdekes lesz. Mikor most megmutatom nektek a parkolót, hogy mennyire tele van. Jön valaki, úgy látszik, tornázik. Úgyhogy tényleg szükség van a parkolóra. Mindjárt el is indulok, most se tudtam beparkolni rendesen a lakás mellé. Úgyhogy sajnos. El kell indulni, mert holnap 2:30-kor indulok hajnalban melóba, úgyhogy nincs kedvem sétálgatni. Úgyhogy indulás a parkoló vadászatra. Lassunk egy kicsit, nehogy neki menjünk a mögöttünk lévő autónak. Hát itt őrült, itt Németországban annyi autó van már, parkolóhely semmi. Katasztrófa. Úgyhogy jó, hogy kitalálták ezt az egészet most már. Csak hát ez az a baj, hogy ez másfél évig fog tartani ez a... Mert az építkezés. Nem örülünk neki, mert az nagyon zajjal, kosszal jár. Úgyhogy látjátok, elég macerás itt a parkolás. Őrület, hogy mit kell itt szenvedni. Hát már igen, mert itt a németek, német családokban az köztudott, hogy valahol két autó is van, mint nálunk is, sőt valahol három is van. Úgyhogy itt is, mióta itt lakunk, brutális mennyiségű autó, és ahova csak nézek, mindenütt autó. Itt mondjuk van, tehát ez privát parkplac, úgyhogy nem lehet állnom. Itt van kiírva, Zülkefil Frau Fers Freithalten, ja, privát parkplac, nézzétek, full tele van az egész. Na. Most, hogy hova esetleg itt van egy hely. Úgyhogy ez a szerencsénk. Úgyhogy lehet látni, hogy mindenhol full tele. Úgyhogy én most beparkolok. Sörülök, hogy lett parkolom. És hogy figyeljétek a vlogot, úgyhogy én havonta mindig föl fogok tenni egy kis szösszeretet az építkezésről. Szépen nyomon tudjátok követni ti is, meg én is, hogy halad az építkezés. Nagyon kíváncsi vagyok rá, biztos érdekes lesz. Csak teherautó, emberek, daruk. Iszonyat lesz, zaj, kosz, por. Ma 2020. december 8-a van, és akkor mutatnám, hogy mi történt eddig. Nagy 16 emeletes háznál kezdték el az építkezést. Húztak ilyen mobilkerítést. Az összes fát kivágták, hát, na szépen néz ki, háborús övezet. Na, fasza. Még itt van a szeméttároló, az még megvan, itt meghagytak egy fát. Mondjuk itt a szélső fákat, azt meghagyták itt az út mellett. Ma, hát nem nagyon dolgoznak. Hát itt lesz majd, nem tudom, kettő.
Aha. Folyik a fakitermelés. A nagy 16 emelesbe örülnek neki biztos. Ő, bakker, a sok rönk. Ez el fog innen tűnni. Szép színük van a markolóknak. Szép a rózsaszín. Érdekes lesz, kíváncsi leszek, hogy hogy haladnak a munkálatokkal. Az igen. Aha. Na, csinálszak egy nagy gödröt. Rógoznak az emberkék. Brutális. Ahhoz képest elég jó halad. Jé, van kicsike. Kis pici pólyás. Itt van a nagy. Anya, apa, meg középen a kisgyerek. Ó, bakker, mekkora gödrök. Meghagyták a szennyvízcsövet. Az igen. Szép. Aha. Cég reklám táblája. Jó, bakker. És ahhoz képest nagyon csendes gépek. Nem nagyon zajonganak. Itt a fél parkolót már szépen eltüntették. Fákkal együtt. Ezeket a fasort kéne innen eltüntetni, mert ezek itt vannak a varjak. Egész nyáron krákognak. Szót nem lehet hallani nálunk. Na, hát itt eltűnt a parkoló, itt is ház lesz. 2020 decemberében így áll az építkezés. Ennyi lett volna. Találkozunk januárban. Üdvözlök mindenkit a csatornámon. Ma 2021. január 1-e van. Ezúttal is boldog új évet szeretnék kívánni a nézőimnek. A mostani videó, mint már említettem, az építkezésről fog szólni. Úgyhogy mindjárt mutatom is. Hát itt már lehet látni, hogy volt tereprendezés, az összes fát kivágták. Itt áll egyedül a 15 emeletes ház, 16. Hát még nagyon csendes a város, mindenki gondolom a szilveszter után, pihárás után még alszik. Hogy itt is lehet látni szépen, hogy semmi nincs, mindent kivágtak. Minden bokrot, minden fát. Lényegében teljesen üres. Mindjárt megyünk az építkezésre. Tényleg teljesen üres, senki nincs. Csak én. Na most jön egy autó. Na itt van a nagy épület. Kerítést húztak. Ilyen mobil kerítés van végig. De csináltak egy ilyen idéglenes utat. Mobil WC. Ha most teljesen. Hája, próbálom mutatni. Na szóval, hogy végig kiássak egy mély gödröt. Hát
Hát elég sokra haladtak. Hát minden áll, minden csendes. Nézzük, igen. Nagyon tetszik ez a rózsaszín markoló. Jól néz ki ez a nagy ház. Itt semmi közepén. Na itt van egy. Na itt már épült valami. Itt már, aha, itt már valami van. Egy mély gödör. Ugye nem tudom mi lesz. Biztos valami háznak az alapja. Lehet, hogy ez lesz a pince. Aha. Ja. Itt egy másik. Lehet, hogy itt a másik háznak az alapja lesz. Jú, bakker. Elég mély gödör. 2-3 vagy 6 méter biztos. Jaj. Aha. Úristen. Most nézem közelebbről, hogy ez. Még brutális. Júj. Ez igen. Markoló áramarkodik. Aha, itt van egy ilyen mobil iroda. Teljesen körbe van zárva. Itt van a maradék parkoló. Hát igen, most a parkolás az nem lesz egyszerű. Mert így is kevés parkoló volt, és most még kevesebb lett. Úgyhogy majd itt is lesz építkezés ezen a területen. Van egy ilyen sövény. Itt van a mi épületünk. Na sziasztok, itt egy újabb videó az építkezésről. Februárban 5 fok, esik az eső, hát nem sok minden változott, fákat vágják ki, mint hallható, és ilyen géppel a tőkéket, nem tudom, ilyen vésővel, vagy nem is tudom, hogy mondjam, kivágják, vagy fogalmat, mindjárt mutatom, várjatok. Vannak a munkagépek, és ott van az a gép, amit mondtam. Gyalúja. Na most már eszembe jutott a szó. Gyalúja, itt el van zárva a kerítéssel, itt el se tudok menni. Ott hátul van egy óriás daru. Úgyhogy megpróbálom megkerülni az egész területet. Hogy így szépen ezt a pár darab fát eltüntették. Itt vannak a forgácsok a tőkéknek a helyéről. Azért zajlik a munka. Akkor megkerültem az egész területet. Itt van a nagy. Ó, ott van hátul a daru. Azért csinálják rendesen, körbe van kerítve, ilyen mobil, organizott kerítéssel. Úgy látom. Ha. Csak úgy kell csinálnom, hogy ne nagyon vegyék észre. Come with the sound of that. Hoppa! Hogy nézzük ezt a dalut. Atya úristen, ez milyen magas lehet.
bakker. Na itt lesz én szerintem a még adás, vagy a pincék. Úristen. Nagyon tetszenek ezek a rózsaszín munkagép. Hát igen. Másfél év munka. Szép sunnyogva. Itt van a acélszerkezet. Az igen. Ez a dolog fogja felépíteni az egész házakat. Vagyis kettő ház lesz. Egy, kettő, nem, három. Úristen. Ez nem kis beruházás. Jaj, de kis cuki minike. Az igen. Bakker. Itt megszűnt a parkoló. Hát igen. Szép. Sietek, mert nehogy valakinek szemet szúrjon, hogy én itt szórakozok. Csak szépen körbe mutatom, muszáj, mert nem akarom, hogy itt pillanatok alatt kihívják a rendőröket, úgyhogy innen jött el a kis munkagép. Az igen. Aha. Itt van valami kis ismertető. Egy, kettő, három, négy házikó lesz itt. Az igen. Szép. Bakker. Hát itt volt régen a parkoló. Aha, most megnézhetjük közelebbről a fa gyalút. Nagyon ki van találva, teljesen kigyalulja a tőkét, nem marad utána semmi. Na ezt megúsztam. Nem vették észre. Hoppá, és mi van itt, srácok? Lomi. Erről már csináltam videót. Hát akkor most megnézzük, mi van itt. Hangfalak, ami nem ér semmit. Gyerekek. Én szerintem egy hifi torony van itten. Milyen hifi torony. Úristen. Ilyen német. Német lemezke. Bakarit lemezre, nincs szükség. Úristen. Mosógép, 1000 éves mosógép. Ilyen. Két ajtós hűtő. Jó, jött valaki. Na, szabad a pálya. Megy matrac. Ilyen hűtő. Két ajtós, ilyet akarunk majd venni, de ezt ülátom már kidobták. Jó. Na jó van, megyek, mert itt nagy a mozgás. Na hát ennyi lett volna ez a kis szösszenet, februárban, remélem tetszett, hogy március van, úgyhogy megnézzük, hogy hogy áll a földmunka. Hát annyi, hogy itt régen volt egy ilyen játszótér, pingpongasztal, itt volt egy mélygarázs, de itt most már csak gépek vannak, úgyhogy meg se tudom már kerülni a területet. Úgyhogy le van zárva. Úgyhogy dolgoznak az emberkék. Na itt lenne itt a kerítés. Itt volt végig a járda. Hát most állnak, lehet, hogy ebédelnek, most nem dolgoznak. Szokásos rózsaszín munkagép. Hú, bakker.
Az igen. Hát itt szépen letúrtak mindent. Itt lesz a mély garázs elméletileg. Hát ide minimum ilyen 100 autónak itt el kéne férnie, úgyhogy ennek többszintesnek kéne lennie, úgyhogy most megyek és megkerülöm az egészet, a másik oldalt, a nagy 16 emeletes háztól mögötti részt is megnézzük. Úgyhogy ott is biztos lesz változás. Na, megérkeztünk a másik oldalra, ott voltam a rózsaszín gépnél. Szóval itt van a terület másik oldala, itt lesz majd a mély garázs, én szerintem. Úgyhogy itt van a munkagépeknek egy kis behajtót, hagytak itt. Aha, itt van a régi mély garázs. Hát igen, dolgoznak az emberkék rendesen. Itt nem tudom, itt egy csatornázás lesz majd. Aki ilyen. Aha. Ja, egy kis sztorit mondanék, még itt sétálgatok. Itt hagytak kint itt a emberkéknek, itt akiknek a magas épületben egy kis átjárót. Úgyhogy... Az igen. Itt is állnak a gépek, az igen. Hú! Bakker! Dolgoznak a minik! Az igen! Itt lesz én szerintem a pince. Itt lesz egyik háztömb, ez ilyen 6 emeletes lesz, ez nem lesz nagy. Hát a nagy 16 emeletes lesz ott az óriási toronydalú. Hát oda sem mennék föl. Úgyhogy itt lesz az egyik háztömb. Yes. Hát a lakók örülnek neki, biztos ennek a zajnak. Ilyen kéne nekem a kis telekre, ilyen jó kis szarufák, gerendák, ott van, jaj, ez kéne nekem telekre a kis faházikónak az alapzatához. Itt a dalunak a súlyok. Ó, Isten, mi van itt? Most már beindul, jobban a munkálatok beindulnak, mert itt a jó idő, úgyhogy most már itt vannak a acélrevedere. Juhu. Az igen. Itt a másik háztömb. Sietek benne, hogy kiszúrjanak az emberkék, mert itt azért vannak őrök is. És nem tudom, hogy itt lehet-e, vagy ez magánterület, vagy nem tudom. Hát itt lehet látni, hogy itt parkolás az nulla. Aha, itt lesz a csatornázás, itt már kifúrták. Kiásták. Persze a rózsaszín gépekkel. Az igen. Emberkék, már figyeltek. Tjuhu. El is mentek innen, hogy észrevegyenek. Kijöttem ide az útra. Hát havi szinten egyszer itt vagyok, én szerintem nem feltűnő ez. Itt azért elég sűrűn jönnek ellenőrizni a logikus, hogy ellenőrizni az építkezést, a munkavédelmi előírásokat betartják, meg hasonló dolgok. Na szóval, ott az egyik, kettő, és itt lesz én szerintem majd a harmadik, nem? Nem tudom már, fogalmam sincs, vagy. Vagy ha voltam az előbb, az lesz a háztömb, az lesz a harmadik, és itt lesz a mély garázs. Fogalmam sincs. Hát mivel itt feltúrtak mindent, itt volt régen a parkoló. Autók szegények ide tudnak parkolászni. Úgyhogy megszűnt. Fú, katasztrófa. Hát igen, ez másfél évig ez fog menni. Szép. Szép kilátások. Na, mind visszatérve a sztorira, hogy itt ma folyik az építkezés, hát nálunk az internet az a
kábelön megy, és valaki emberke biztos nem figyelt, hogy mit tudom én, elvágta a kábelt, úgyhogy egy hétig nem volt internetünk. Gyerekek örültek neki, nem tudtak mit csinálni, mert köztudott, hogy mindenki a interneten lóg. Na hoppá, itt még megint hoztak ide egy ilyen kis konténereket már. Mennyi van? 1, 2, 3, hoppá. Na, szaporodnak azért szépen, na, visszatérve. Akkor egy hétig nem volt internet, úgyhogy, sőt, még az áram is akadozott, úgyhogy ez nagyon király ez az építkezés, csak pozitív. Úgyhogy örülök neki. De ez van, ezt kell szeretni. Na, itt van a mi parkolónk, ez szerencsében privát parkoló, úgyhogy elméletileg csak a lakók lakhatnak, parkolhatnak itt, vagyis mi. Úgyhogy ez a szerencsére nem pofátlankodik be senki. Úgyhogy ebből szempontból szerencsénk van. De lehet látni, süt a nap. Kedves varjú barátaink, krákognak. Egész nyáron nem lehet nyitva hagyni az ajtót, ablakot, mert olyan zajjal vannak, hogy megsüketülünk, örülünk neki. Nagyon király. Na, ide szép. Legszívesebb mindent fejbe ülném légpuskával, de nem lehet, mert lecsuknának érte. És ez nem vicc. Na jól van, megérkeztünk a házhoz. Ennyit szerettem volna, köszönöm, hogy meghallgattatok. Jelentkezem áprilisban. Sziasztok! Még valami. Úgyhogy ide is elérte az új technológia. Úgyhogy ide is megérkeztek az elektromos rollerek. Úgyhogy, mint láthatjátok, várja az árnyékból, próbálok kiállni. Szóval itt működik az egész, úgyhogy... Itt van ez a kód. Rákenjünk telefonon, ez nem tudom mennyi, 1 óra hossza, vagy 2 óra hosszára 12 euró. Van rajta kis rendszám. Itt leteszik, van a GPS, úgyhogy nem lehet ellopni. Elméletileg elég strapabíró, tök jó kis szerkezet. Úgyhogy majd alkalom alattán majd én is kipróbálom, de mondjuk... Ja, hoppa, most nézem, van meccsre. Nagyon kis teleszkópos az alány, anyád! Aha. Úgyhogy itt a városban is láttam már többet. Csak mondjam, itt vagyunk a ház előtt, ezt mondom, megmutatom nektek. Csak rász, 12 euró lefő. Lepörök a számládról. Hát csak az hogy van itt azért? Ah, itt a gáz. Aha. Fék világítás. Nagyon jó. És így akkor a GPS alapján, mikor megáll, lemerül GPS alapján, bemérik emberek, jönnek kocsival, elviszik, feltöltik, kirakják megadott helyeken, leparkoltatják, emberke jön kifizetés, akkor itt rollerezget. Tök király, örülök neki. Hát üdvözlök mindenkit, újra eltelt egy hónap, itt a tavasz, itt az április, április elseje van, születésnapom, nem, annyira bolond azért nem vagyok, 13 nap múlva lesz, a lényeg az, hogy sok minden történt az egy hónap alatt, mint láthattátok az előző videóban találtak ilyen második világháborús ilyen, repeszt, vagy bombát, vagy nem tudom mit. De azért brutális dolgok vannak. Mindjárt mutatom is nektek. Itt volt régen egy mélygarázs. Hát az sikeresen körbeásták. Itt lesz, nem tudom, itt is garázs lesz, vagy fogalmas, nincs, lehet itt ház lesz. Ház. Ott látjátok azt a beton talapzatot, ez még a mélygarázsnak a része. Úgyhogy ezt nem tudom, azt megtartják, vagy felbontják. Erre még nem kaptam információt. De, amit lehet látni, nem unatkoztak az emberkék, szépen dolgoznak. Úgyhogy elmegyek és megkerülöm. Itt találták a bombát, itt szállították el. Hát mivel itt a tavasz, a madarak is, mint látható, szépen dolgoznak. Na. Itt vagyok a terület másik oldalán. Fú, mennyi gyökér, mennyi gyökérzett fát kivágtak. Itt látható a mélygarázs.
mi marad belőle. Itt hagytak egy kis sétálót a lakóknak. Hát nem tudom, most mi van, most szünet van, most nem dolgoznak. Most elvete a építkezés. Most lényegében, ami történt az előző hónaphoz képest, itt lesznek a pincék. Hát elég kicsi, nem az a középen, amit láthatjátok, az a liftház lesz. És itt lesznek a pincék. Kialakítva már a fáfalat fel is húztak. Hát, érdekes, mert itt valami ablakot is látok. Na mindegy. Aha, eddig lesz, aha, itt lesz megoldva. Aha. Akkor itt már lehet ablak, mert megy be a fény is. Na, nem tudom, mi lesz. Na mindegy, majd meglátjuk. De a másik épületben, ahol lakom, ott a pince van itt. Fogalmam sincs. Na mindegy. Itt már valami mozgás látok, a nagy óriási. Itt van az óriás daru. Hát. Itt se dolgoznék fent a dalon. A lényegében itt van jó sok kis faanyag, de jó lenne nekem a kis faházomhoz. Ezek a gerendák 2, 4, 6, 8, 9 darab kéne. 9, hát 10. Itt sajnos meg kell vennem majd 4 méterszer 10-szer 8-asokat. Sajnos. Aha. Itt vannak a szigetelők. Úristen. Aha, itt már lapától a fiatalember. Na itt már tovább vannak, aha, itt már gyorsabb a meló, itt már megvan egy szint. Brutálisan dolgoznak, bakker. Egy hónap alatt ennyi mindent felhúztak. Az igen. Oho. Itt már egy szint kész van, itt az alsó az kész is van. És már csinálják a földszintet. De nem tudom, miből csinálják, olyan fél méterszer fél méteres betonokból. Brutális. Gyorsan haladnak az azt a betyárlagot. Szép. Hát lényegében 5 hónap alatt ide jutottak. És másfél év kell elméletileg, hogy kész legyen. De hát ha ilyen tempóban haladnak, még lehet, hogy korábban is kész lesznek. Aha, itt a szigetelés. Ez ilyen jó 100-150 mm-es. Aha, itt is ablakok vannak. Aha. Ez igen. Itt egy ilyen kis feljáró. Ez olyan, mint régen a lovagvárok nagy középen van a vár, és itt van egy ilyen csapóhíd, és körbe veszi a vizes árat. Most lényegében az jutott eszembe. Hát igen, itt volt régen a parkplac és a parkoló. Úgyhogy itt is készül egy másik ház parkoló helyén. Működik a parkoló gépecske. Milyen simán meg tudja. Aha, itt is az lesz. De milyen simán legyalulják a föld területet. Hát igen. Nézzük egy kicsit. Mondjuk egy munkát könnyebb nézni, mint csinálni. Nem érdekel dolgozni, csak az internetet, meg az áramos kábeleket azt hagyják békén. Nehogy elszakítsák, mint legutóbb. Az igen. Hát jó. Igen.
Szerette volna én is ezt a munkát végezni, ezt a nehéz gépkezelőit, földgépet, de hát nagyon drága. Ezek jól keresnek ám itt ezek az emberkék, nem is tudom mennyien 30-40 eurós órabérért dolgozgatnak. Úgyhogy telücsörögtem volna én is itt, de hát nem jött össze. Maradok a komissziónál. Hát itt vannak az eredményei a tavasznak. Drága jó varjú barátaink dolgoznak rendesen. Én szerintem lehet, hogy szerződésük van az autómosókkal, mert lényegében hetente kell vinni az autót mosni, mert a szürülék az elég szépen rendbe hagyja az autót. Olyan kis rollereket szépen elhagyják. Várva várt május, és azzal a jó idő. Hát a május elérkezett, csak a jó idő nem. De viszont az építkezés az haladt elég látványosan. Mint látható, itt teljesen ledózerolták a földet, teljesen viszintesre, itt húztak egy ilyen mobilkerítést, teljesen lebontották a mélyganást. Ott hátul ott építkezés lesz, majd ott lesz majd az egyik épület, itt meg én szerintem majd parkoló lesz, most itt van, benézünk. Úristen, mekkora gödröt ástak ide. Itt lesz az alapja az egy háznak. Az egyik ház tömnek. Pont a miénk mellette, úristen. Aha, most elsője van ünnep, úgyhogy most nincs munka. Úgyhogy most nem tudnak elzavarni, látható hátul. Jó mély, hát van, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 méter biztos van. Úristen, hát ilyen gépekkel könnyű. Itt az óriás. Most megyek, megkerülöm a másik oldalt. Megérkeztünk a másik oldalra, itt vannak a gépek, ott van a kis darucska, ott a háztömbünk, ott. Itt volt a bejárata. Még garázsnak ezt úgy látom meghagyták. De mint látható, ott már nincs semmi. Úristen, mennyi gép. Itt aztán van munka. Egy hónap elteltével mennyi minden történik. Ez igen. Hát itt volt. Még garázs, ott lesz majd a háztömb, itt most nem tudom konkrét, lesz egy másik háztömb, biztos. Majd megnézem a papírkát, amit adtak. Aha. Csináltak egy kis utat a emberkéknek. Kis fedett járdát. Tök jó. Aha, itt vannak a mobilirodák. Toji-toji, alkatrészek, mobil WC. Hát ja, itt az egyik háztömb, ennek az alapja, ami már kész van. Ez igen. Én szerintem itt lesznek a pincék. Be van faszához szigetelve a külseje. Az igen. Halad a meló, halad. Ott lesz a lift középen, ott biztos, az a lift lesz. Most betonelemek. Az egyik háztömb, a másik háztömb. Úristen, na nincs. Jó, brutál.
Hát igen, itt megy a munka. Na majd meglátjátok a különbséget, mindjárt odaérünk, gondolom biztos észre lehet majd venni, hogy észreveszitek, valamit akit érdekel. De nekem ez nagyon érdekes, hogy itt a semmiből másfél év alatt felhúznak egy, kettő, három, négy háztömböt. Na most konkrétan nem tudom, hogy hány emeletes lesz, de én szerintem itt Helvoromban maximum kettő, négy emeletes lehet. Hungarocea szigetelők. Itt a Darunak az alapzata. Ó, Úristen! Ránézni is rossz. Bakker. És itt van, amiről beszéltem. Egy hónap alatt felhúztak. Várja. Mindjárt nézik. Egy kettő szintet, kettő és felet. Ez őrület. Itt, ha így folytatják, én szerintem egy év alatt máj, mondjuk, mit tudom én, november, decemberre felhúzzák mind a, nem tudom, négy emeletet, vagyis négy háztömböt. És nem sok emberke van, de csinálják, megvan hozzá minden feltétel, jó minőségben nyomják, nem feketén, nem ilyen ütött köpott szerszámokkal. Nincs balesetveszély. Ó, bakker. Ez igen. És itt van időben minden, ami kell. Nincs csúszás. Időben kezdik, időben végzik. Nincs schwarzarbeit, fekete munka. Hát jó. Mi van itt? Aha, itt a munka, ütemterv. Ha itt volt régen a parkoló, ezen a területen. Előző epizódokban meg lehet nézni. És itt a másik háztömb. És nem tudom, hogy csinálják, hogy párhuzamosan nyomják majd a háztömböket, vagy egyet felépítenek teljesen, és utána többi. De hát már itt is ennyire haladtak. Ott lesz liftakna biztos. Ú, Isten! Ilyen homokos föld van itt. Akkor ott a mi háztömbünk. Az meg. Semmi. Brutális. Lelárva. Sok már mit? Drüben mag az én ugányom, bro. Kajnán. Ja, kajnán. Hát ez is Schnellarbeit, ez brutál. Ez egy Keller. Hát, ja, itt is Hilis Keller, ja. Aha. Brutál. Ja, 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 genau. Brutál. Itt a nyár. Csiripelnek a madarak. Firkálnak a gyerekek. Szép graffiti. Milyen szép. Várjatok. Ez mi lenne szerintetek? Szerintetek is az? Korán kezdik. Üdvözlök mindenkit az építkezésről. Végre véget ért a május esős évszak, lényegében minden nap esett az eső, úgyhogy most június van, hogy nézzük meg, hogy mi változott az építkezésen. Mint lehet látni, kialakítottak egy idéglenes parkolót, és már úgy látom, az autók elfoglalták a felszabadult helyet, úgyhogy már ennyivel jobb a helyzet, hogy nem is tudom mennyi kettő. 4, 6, 8, 10, 12, ilyen 20-25 autó elfér. Úgyhogy ez már pozitív, hogy erre is gondoltak. Hát lehet látni, hogy itt kialakították már a alsó szintet ki. Kimélyesítették itt a gödröt. Szépen megaszontam. Hát ma ünnepnap van, azért nincs dolg, azért nincs munka.
úgyhogy ezen a részen lesz majd egy hosszabb lakást, 6 emeletes, és itt lesz egy ilyen kisebb kocka, olyan, mint ez. Itt kisebb lesz, itt meg egy kicsit hosszabb. Nem is tudom, hogy 64 lakásos lesz ezen a helyen. Itt meg kevesebb lakásos, de viszont nagyobb négyzetméterrel. 100-120 négyzetméteres lakások lesznek a háztömbben. Itt a másik oldalt meg csak ilyen 80-85 négyzetméteres. Na, úgyhogy halad a munka szépen. De az pozitív, hogy kialakítottak itt egy kis parkolót. Na, menjünk a másik oldalra. Itt néhány gondolat, még itt sétálgatok a másik oldalra, itt lehet látni, szép sövények vannak. Csak eléggé elhanyabolt. Itt a fű is, ezt is mondjuk nem ártana már itt gyepet, itt fű. Lenyírni, itt van a kukaknak kialakítva egy ilyen kis terület. Tehát ez a sövény, ez katasztrófa. Ez szépen le kéne már nyírni, ha már egyszer van. Itt látható, meghalt minden ünnep van, semmi nincs. Meg kell mutatnom nektek ezt a Hyundai-t. Ez nagyon brutál, mivel tudjátok, hogy én Hyundai őrült vagyok. Oda nézzetek, milyen szép van. Brutális. Nagyon szép. Hát egy ilyet elfogadna, ja? És milyen gumi van rajta? Bridgestone. Az én régi cégemben dolgoztam majdnem 6 évig. Ide valahogy be kéne kéreckednem ebbe a kertbe. Ez nagyon szép meg van csinálva. Ez karácsonykor egész hónapig, vagyis decemberben ki van világítva, brutális szép. Nagyon szépen megcsinálták a lakók. Nézzétek, milyen szép. Macskák, csigák, sárkány, virágító torony. Mindenféle kis mediterrán növényke. Brutálisan megvan. Ott még kéreget is egy emberke. Hát szép, ja, igen. Ilyen egy gondozott kert Németországban. És ez itt van tőlünk 20 méterre. Szép. Na, megérkeztünk a másik oldalra. Hát itt állnak a munkálatok. Elég szép. Haladnak jó, az király. Az üret ünnepnapon jöttem, hogy ne legyen zaj, meg nehogy szemet szúrjon valakinek, hogy én havi szinten itt szórakozok. Úgyhogy itt ilyenkor lehet videót készíteni. Hát ja. Brutális. Hát igen, kiszorultak az autók, mert a parkoló az megszűnt. Igaz, próbáltak csinálni már körülirénglenes parkolót. Hát milyen motor ez itt? Valahol még nincs endurócska. Eléggé meggyötört állapotban van. Úristen, a kipufogolt el van. Össze van törve, ez egy ilyen törött Verda. Kis motorocska. Én szerintem valami pincéből került elő, azt most ide rakták. Hát... szép. Na minden, menjünk tovább. Hát ez már... elég... katasztrofális. De ezzel már borultak egy keveset. Ha is nem egyszer, úgy veszem észre, eléggé lekarcolt. De utána kérdezek, hát ha eladja. Jó kis videó lenne belőle, fel tudnám újítani. De először legyen kész a telek, a kisház, a faház, minden kész, esetleg utána. Majd meglátjuk. Na, menjünk tovább. Na, nézzük. Az előző hónapban, májusban, itt sarkon, mint ki, aki figyeli a csatornát, vagy meg is nézheti majd,
Itt ezen a részen, itt a sarkon, itt még nem volt ez a szint meg. Csak a földbeázott, ágyazott ilyen kis ikon téglák. Azt a kudulöket, milyen szint. Bakker. Ezen. Morgan. Haladnak azért, egy hónap alatt felhúztak egy szintet. De meg lehet figyelni, hogy inkább téglából dolgoznak. Hát mivel ez a gyors, olcsó is, jó, hőszigetelt. Hát gyorsabb építési mód, mint a megszokott tégla, vagy tudom, szilikát, vagy B30-as, vagy mit mondjak még. Úgyhogy, hát ja. Különböző gerendák. Hát igen, még alszik a város. Ünnepnap van, mindenki pihen, csak én nem persze. Ma is megyek füvet nyírni. Befejezem még a gerendákat. Kivágom, kicsavarozom. Bevágom méretre, ami kell. Úgyhogy én el leszek mai nap is. Most itt leszek szabadságon, úgyhogy minden napra van valami munkám. Fel van állványozva szépen, visszatérve. Az igen. Hája, mennyi szint ez? Egy. Hája, most megszámoljuk, hogy az a földszint, ugye? Akkor egy, kettő, három, négy, öt. Ja, igen, öt, hat. Öt vagy hat, nem is tudom. Aha. Hát ez is ugyanaz az ikon téglából van. Építve ezzel csinálják az emberkék, itt bekukucskálunk. Brutális. Persze rögtön be is szigetelik. Nem is tudom, ilyen 80 mm vastagságú. Itt volt egy ilyen régi retro motor, azt keresem. Nem tudom, hogy hova lakta az emberke, ez egy ilyen régi, ilyen Harley-szerű valami. Hova tűnt? Ez egyik, ez sem mai csirke. Yamaha. Nem vagy 20-30 éves. De azért itt lehet látni, azért átlagban nagyon szép autók vannak itt. Hát úgy csinálják itt a német emberkék, hogy leasingelik az autókat, hogy bemennek a szalomba. Mondjuk vesznek egy vadonatúj autót. Mondjuk hát nem is tudom miért mondjak. Mondjuk egy Hyundai-t, ja. Mondjuk vesznek egy Hyundai-t, egy X35-öst. 5 évig használják. 5 évig hajtják, fizetik azt a 3-400 eurót. Rendes biztosítás, törlesztő részlet, minden ami kell. És akkor 5 év múlva visszaviszik az autót. Nem is tudom mennyi egy ilyen 50-60 ezer kilométerre, ugyanabban a szalomban. Vagy egy hasonló márka. Szalomba. És akkor kihozza mondjuk a Hyundai, amit berakja, és akkor kihozza az új tucont. Például azt a legújabbat, ami nekem nagyon tetszik. Várjál már, zoomoljál már kisfiam, hogy... Aha, de már raknak egy ilyen karavánt, hogy ne kukucskáljanak ezek a hülye youtuberek, mint én például. De megoldjuk a problémát. Na szóval visszatérve, így 4-5 évente mindig új autója van az emberkének, például az is milyen szép ez a kis Volkswagen. Hát ez egy, ja, de jó szág. Ugyan lehet, hogy majd én is ezt csinálom majd. Nem tudom. De nagyon meg vagyok elégedve ebben a autóval, mi nekem van ez a 35-ös X35, nagyon jó. Dízel 5-6 literes fogyasztás. Kicsit chip tuning, meg hasonló nyalánkságokkal kicsit megbolondítottam. De így már meg vagyok elégedve. Nagyon jó, nekem tetszik. Azért látom, hogy a varjak azért még ma is dolgoznak rendesen. Sőt. Most csendben vannak, nem tudom mi történt. Csendben vannak a madaracskák. De már erre is, úristen, hogy néz ki az az autó. Ez már itt van, ez a kis kék. Renault. Ez már itt van, én szerintem vagy két hónapja. De lehet is látni, hogy káosz. Úristen, hogy néz ki. Még két hónapig itt van, azt fel se lehet ismerni. Na, nagyon elkalandoztunk az előző gondolatomtól, hogy
Szóval 4-5 évente cserélik az autót, és akkor mindig új autója van. Először vesz most, mit tudom, egy dízelt, utána vesz egy újabbat, utána vesz egy hibridet, utána vesz egy elektromosat, és akkor megúszza. Hoppa. Javítási költségeket. Vinetú! Mindjárt felrakom a fel, nem csinálok magamból hülyét. Kis tollacska. Nem tudom, milyen madárból szállasznak, úgyhogy rátok bízom. Na! Felébredtek a kicsigék, úgy látom, megyem a szívüket. Úgyhogy nincsenek karbantartási költségek, mert mindig új az autó. És így ezt is megúszza. És mindig ugyanúgy fizeti. 5-10-15 éven keresztül ezt a 200-300 eurót havonta. És mindig új autója van. Mindig újabb és újabb megbízható. Na jól van, ennyi lett volna. Kicsit elkalandoztam. Úgyhogy köszönöm, hogy megnézted. Találkozunk a jövő hónapban. Sziasztok! Jaj, ide vagy kanyart vettem. Láttad ezt? Még drifteltem is. Nagyon megy a csávó. Au! Állj már meg, he! Jó, most ide. Hm? Na, ez az újabb szerzeményem, yes, gyerekek. Autószimulátor. Király vagyok. Na jó, van ennyi. Elég volt a játékból, gyorsan átöltöztem. És gyerünk lefelé a építkezésre, majdnem felejtettem. Akkor indulás. Nem sok minden történt, de majd nem látjátok. 7. hó van, július. Nincs valami jó idő, itt nagyon esős volt ez a 2 hét, de próbálom mutatni a változásokat. Hát, lehet látni, nagyon borús az idő. Mert csinálják a pincerészt, emberkék. Az igen. Szép. Kicsit bújtatva próbálom. Mert azt külön világjátok, már felhúztak 2 szintet egy hónap alatt, melyik még az előző részben csak az alsó szint volt, most már itt járnak fent. Haladnak. Megyek át az út másik oldalára, jobban lehessen látni. Ez igen. Daru működik, dolgoznak. De viszont itt van egy információs tábla, fél év után sikerült kirakni. De pont nem látni semmit. Hát ennyi, azt írja, hogy 2022. Ott a mi ház több, mint most. Ezt mutattam nektek, ez már kész. Durva. Itt írja, hogy 2-től 4 szobásig. 51 négyzetmétertől 102 négyzetméterig lesznek benne. Lakások. Az igen, nem rossz. Jó lenne nekem is egy ilyen 100 négyzetméteres. Aha. De viszont még itt is haladtak elég szépen. Most írjuk a zsaluzás, betonozás, alszószint. Már itt van a pincek. Pincék lesznek. Aha. Csinálják párhuzamosan. Hát, szöntetek.
Elég röviden sikerült ez a bemutató most, de hát most ennyi történt. Sarkon a háztömböt, azt húztak fel egy szintet, meg egy másik háztömb megint egy szintet, úgyhogy ennyi. Megérkeztünk a építkezés helyszínére, szokásos. Hát annyi történt az előző hónaphoz videón megnézve, hogy itt brutálisan dolgoztak a srácok, most vasárnapon most nincsen mozgás. Hogy ott már kezdték a alapokat, a másik háztömb, vagyis a hosszú, és ott a kicsit már húztak egy emeletet lényegében, mert az előző hónapban ott nem volt egy emelet, csak a földszint volt. Úgyhogy annyit úgy jó kis gerendák pont azok kellenek meg a telekre. Na, lehet, hogy megbótolom az egyik emberkével hát 6 vagy 4 darabot, nem, 2 kéne csak. 2 darab. Ezeknek a gerendáknak 60 euró darabja. Francba. Na mindegy, mindjárt átmegyünk a másik oldalra és meglátjuk, hogy mi a helyzet. Úgyhogy most egy ilyen csend van. Na, mindjárt itt vagyunk. Hoppá, mit találtam? Itt a Mikulás. Itt a toj-toj, amit nem toj-tojnak neveznek. Ha itt van. Ez már brutálisan néz ki. Már a külsejét csinálják a balkonok, a terkélyeket. Alá vannak támaszva, de ez az előző hónapban is így állt. Csak itt a belső munkálatokkal haladtak jobban inkább. Mi mennyi ilyen kis alátámasztó. Jó, mert nem tudom a szakkifejezéseket, úgyhogy ezt nézzétek el nekem. Azt tudom, hogy ez állvány és nem fából van, hanem fényből. Hoppá, valaki itt hagyta a bevásárlókocsit, itt a Lidl. Hát hol van itt a Lidl? Érdekes. De ezt viszont nem tudom, hogy ez mihez való ez. Ez a, nem tudom én, mit ez a beton. Előre kezelt. Jó, nem, ez hogy hívják, a szungalot? Ja, ez hungarocell. Azt hittem először, hogy beton, de nem, hungarocell. Meg van erősítve ilyen acél drótokkal, és ezt úgy rokják be én szerintem egyből. Nem kell vele szütyögni. Hát igen, minden esetre jó megtervezett munka halad. Munka van itt. Itt is van egy ilyen, ez hogy működik. Na mindegy, ez nekem kínai. Na itt vannak ezek a konténerek, ezek viszont nem voltak itt. És én nem emlékszem rá. Itt vannak a főnökök, vagyis majd holnap lesznek. És ezt nézzétek. 1, 2, 3, 4. 5 emelet, ott van fent ilyen teraszos lakások, az ilyen nagy 120 négyzetméteres lesz. Ezt mindig megnézem, ennek a dalónak a talpozát, hát ez brutálisan meg van csinálva. Ez kérlek szépen 3 méter, 30, ez egy ilyen 45 méter magas lehet, 50 sacper, cirka. Na úgyhogy itt ezt már nagyon megcsináltak, itt már benn vannak a nyilászárók, ajtók, ablakok. Itt nem tudom, itt miért van itt ajtó? Fogalmam nincs, hogy milyen ajtó az. Itt biztos, hogy itt balkon lesz, vagy erkély, vagy fogalmam nincs. De hát itt azt lehet nézni, hogy itt a járda. Itt állok én, 1, 2, 3 méterre van cirka járda. Itt meg ilyen nagy tolóajt, lehet, hogy üzlet lesz. Jó lenne. Brutális. Néznegetnek arra emberkék, figyeli mindenki az építkezést. Hát ez így állt. Annyi a különbség, hogy ezt már jobban berakták az ablakokat az első részhez képest. Ez brutálisan. Milyen szépen be van itt szigetelve. Jó, megy. Sőle bukod. Hello. Brutális. Itt van a séfnek a büró iroda. A séfnek az irodája.
Na ez az, amivel haladtak, ez az a terület. Ez a kisebbik háztömb, és ott van a mellette lévő az a hosszabbik, ott nagyobb lakások lesznek. Ott végig ilyen 120 négyzetméteres, itt meg a kisebbek lesznek. Ugye ott is lesz 120 négyzetméter, de ott fönt, itt lehet látni, ez a kisebbik rész, az mind terasz lesz ott fönt. De az biztos drágább lesz, 1200 euró per hónap, vagyis hónap. Itt annyi, hogy itt már haladtak nagyon. Ezt már nagyon megcsinálták. Mindjárt itt bebújok itt ezen a kis lukon. Láthatjuk. Aha, az előző részben csak az a rész volt meg. Most mennyit haladtak. De ilyen különleges technikával csinálják itt a betonokat. Van egy ilyen nagy sablon, és beleöntik a betont. És akkor várnak fel egy napot, és kész. Ott látható. De van szigetelve szépen. Jó, király. Hát még itt van még szeptember, október, november, december. Hát ők itt még decemberben is tudnak dolgozni. Úgyhogy itt nincs olyan nagy tél. Maximum 5 centis hó szokott lenni télen. Noppa, ilyen kéne nekem a bringához. Ilyen bringatartó cuccos, de ez ilyen 3-400 euró. Azt nem akarok venni. Majd lehet, hogy veszek ilyen egyszerűbbet. Most már van vonóhorog, úgyhogy arra rá tudom pattentani a cuccost. Nem is hallgatózatok? Csak csinálj. A fekete jószágok csendben vannak. A barátaim hol vannak? Ha mi van ezekkel? Leverült az a lem, vagy mi történt? A bagyom elkergette őket? Á, lófasztan. Semmi. Most erre megyek, itt lelógok. Középen elmegyek. Itt van egy ilyen kis gyalogút, itt szépen lerövidítem az utat. Szeptember van. Újra elmegyek egy körútra, megnézzük, hogy hogy állnak a fiúk az építkezéssel. De most nem hétvégén megyek, hanem most elmegyek napközben. És akkor lehet látni, hogy dolgoznak. Remélem nem fognak kirúgni. Mint látható, itt a szélső házon dolgoznak az emberkék, itt is húztak már egy szintet. Az előző hónapban még itt nem volt. Átbújtam gyorsan a másik oldalra. Mozognak a daruk. Oda sem mennék föl, nem is tudom hány méter lehet, várjunk csak, ez 16-34. A sacsal ilyen 50 méter magad, vagy 45. A répa, hogy magasabb, mint a nagy emeletes ház, 16 emeletes. Na szóval, hát annyi történt, hogy itt már ennyire húznak. Felhúztak egy szintet. Hú, az igen, bakke. Az igen. Az igen. Ott lesz én szerintem majd a mélygarázs. Jaj, dolgoznak a fiúk rendesen. Na szóval tudjátok, hogy mindig próbálok egy kis puszt belevinni a videókba, hogy ne legyen unalmas. Várjatok, mert... Szóval tudjátok, hogy mindig próbálok egy kis puszt belevinni, hát most ilyen motorokon kvadot tudok mutatni nektek. Meg hát itt... Szóval annyi érdek meg a történő, hogy ott hátul húztak egy szintet, meg itt a mélygarást én szerintem már felhúzták. Nem is teteje kész, úgyhogy hát havi szinten ennyire mentek a fiúk. De tudok még mutatni valamit, úgy látom, hogy hoppá, megvan a motor. Várjatok, mindjárt mutatom. Figyeljetek, mutatok most nektek egy brutál kis saját építésű kis motort, vagyis nem én építettem, hanem valaki, mert nem tudom ki, de ilyet biztos, hogy nem veszel sehol. Brutális. Nekem nagyon tetszik. Főleg az a kendő rajta. Nagyon jó. Nem tudok a paraméterekről semmit, de az biztos, hogy kéthengeres. Nagyon jó, meg van csinálva. Ezek a kerekek rajta brutál. A rendszámot ezt nem mutatom. Nagyon király. Na, jó van, csak annyit szerettem volna.
És utána most nézzük a építkezést. Na, mint láthatátok, azért most is sikerült egy kis pluszt, azért ezt a brutál motort azért nagyon jól néz ki. Ez így jól néz ki ez a ház itt a fasza. Ennél már nagyobb több szint nem lesz. 1, 2, 3, 4 szint. Nem, 5, hát mondjuk a földszint is benne van, a magas földszint. Az igen, szép. Szépen be van hálózva itt az út mellett. De itt lehet látni, a járda itt van, ahol én most sétálgatok. És itt van mellette rögtön a ház egy méterre, itt vannak az ablakok. Itt annyira sűrű, sok a népsűrűség, hogy fogalmazzam, hogy iszonyat. Mondjuk itt már nagyobb hely van hagyva, de ott már nem is tudom itt a járda. Ugye 2, 3, 4, 5 méter van a ház oldala. Na itt a másik háztömb, itt már tetejét is meghúzták. Ja, felhúzták, nem meghúzták. Nem mindegy, mennyi vasanyag, azt a betyár minden itt milyen. Gyerek, ott egy hűtő, van-e benne valami cucc? Aha! Itt volt régen a daru. Úgy látszik, hogy kicserélték egy ilyen kicsire. Hát mondjuk itt se laknék. Nem sokat fognak látni a környezetből az emberkék, mert itt lesz mellettük pont a háztömb. Hát jó, itt tudom én hány méterre? 2. 2 méterre van tőle a másik ablak. Ez brutális. Itt van megint ez a kis Yamaha Devre, mert mutattam képet. Úgyhogy most átmegyünk a másik oldalra, és ott látható ami némi változás. Na szóval itt van a front rész. Igen. Na itt vannak az ablakok, ez is a járdától egy 2 méteres távolságra van. Itt szépen beépítenek minden egyes négyzetmétert. Hú, de jó kis szigetelő bungalócell, ilyen kéne nekem a házhoz. Itt van a tabló. Mutatja, hogy mi hány méter. Na itt van, azt a szintet húzták fel. 1, 2, 3, 4, 5 szint az is. Na szóval, srácok, ez a videócska ennyi lett volna. Most nem sok minden történt. Ami történt, azt megmutattam. Mert plusz egy kis érdekességet is. Hát, a lényeg az, hogy már szeptember van, és hát ja, szerkezetkész a házak. Úgyhogy szeptember, én szerintem október, november, decemberre én szerintem már kész lesz. Üdvözöllek benneteket, és egy újabb építkezős videó következik, mert ugyanis november eleje van, és ezt majdnem elfelejtettem, hogy még ezzel tartozom nektek. Úgyhogy mutatnám, hogy hogy áll a munkálatok. Hogy állnak a munkálatok? Mert mi van? Hát ott valamit csinálok, pedig vasárnap van. Valami működik. Mi az Isten csinálnak ezek itt? Ott valami van. Ott, látjátok? Na mindjárt megnézzük közelebbről. De elbújok oldalra. Hát nem tudom, mit csinálnak itt. Na mindegy. Visszatérve az építkezésre. Hát haladtak a fiúk rendesen. Felhúztak pár szintet. Itt lesznek a nagy 110 négyzetméteres lakások. És lesz 90 négyzetméteres is. Ebben a háztömbben. Úgyhogy haladtak rendesen a fiúk. Én próbálom közelebb hozni. Na. Indulás. Aha, így. Itt a másik háztömböt, amit láthatjátok, szépen be külsejét beburkolták. Az már nagyon jól néz ki, benn vannak a nyílászárók is.
király. Itt lesznek, úgy látom, elég szépen. Mi lesz ott? Ott lesznek a erkélyek, hogy balkonok? Igen, igen. Igen, ott lesznek a balkonok, itt lehet látni. Itt. Ajtó és ablak, brutális. De itt mit csinálnak ezek? Nem tudom, mindjárt megyek a másik oldalra és megnézzük. Csak így rejtve próbálok videózni. Valami baleset lehetett, vagy nem tudom, mert hordágyat visznek. Itt valami esemény van, gyerekek. Na mindegy. De visszatérve az építkezése, itt már lehet látni, hogy itt már brutális munkálatok voltak. Az igen. Azért már lehet látni, hogy haladtak a fiúk. Fogalmam sincs. Én szerintem itt van a épületnek, annak az épületnek az első része, itt fog épülni. Nem tudom, hogy mi lesz itt ez a nagy hangárszerű valami. Fogalmam nincs. Na, nagyon várom, hogy kész legyen. Állítólag azt mondták, hogy jövő nyárra, 2022-ben kész lesz. Tehát a zsaluzás az nagyon jól működik. Bevasalják, és olyan sima az oldala a betonnak, mikor leveszik a zsalut, mint a tükör. Brutálisan néz. Nem tudom, mit görcsölnek ezek. Fogalmam nincs. Valaki ott maradt kint, hogy mi van? Nem tudom, hogy ezek mit csinálnak. Jó lenne tudni. Hát ez a baj, én nem tudok semmit. Hát ilyen. Itt van a mentő is pedig. Elég nagy itt a sürgésforgás vasárnap. Reggel. Fogalmam nincs, hogy mi van. De majd utána járok. Ott lesznek a szép nagy erkélyek. Balkonok. Hát az egy hónap alatt szépen haladnak azért. Itt is ki van ásva valami alap. Itt nem tudom, mi lesz. Lehet, hogy ez a mély garázs. Most ment el a mentő. Az a baj, hogy lehet, hogy későn érkeztem. Hogy most fog valami történni? Ajjaj, de bemegyek ide oldalra, itt elbújok. Hát, ha nem leszek szem előtt. Mi a Isten? Ez érdekes rész lesz. Ez teljesen váratlan és spontán jött ez az egész kis akció. De mit akarott az az emberke ott a vala emelővel? A jó, mi van itt? Hát de nincs ott senki. De mit akarnak ezek? Fogalmam nincs. Na mindegy, itt még próbálok itt lófálni egy kicsit, hogy hát meg tudok valamit. Addig mutatom az építkezést. Hát nem tudok.
Cikő. Itt már közelebbről látjátok a gépeket. Itt vannak a zsaluk, amiről beszéltem itt. Ilyen alumíniumból vannak. Szépen felrakják, középen bevasalják, kiöntik betonnal, ott van, daróval felhozzák, kiöntik betonnal, és kész. És olyan gyorsan haladnak. Ah, itt van. Az igen. Ettől magasabb nem lesz, elérte a teljes magasságát az épület. Itt mi lesz? Itt lesz a mélygarázs, vagy mi? A jó Isten. Fogalmam nincs. Na mindegy, most elvágom a videót, azt megnézem, hogy mi történik. Rá. Na most jön ki a daru. Mit hozott? Hogy mit? Mindegy, folytatom a körutamat, a szokásos körutat, ebben egy kis incidenssel megfűszerezve. Na itt vannak a rakodógépek, itt vannak a számánk. Na nézzük ezt a házikot. Na, itt már szépen be van már szigetelve is. Itt vannak a szigetelők, gyönyörű szépen. Nyilázárok, ablakok, minden. Ha, itt lesz egy szép kis balkon. De azért szép kis vastagságú. Hát mi ez? Jó. Nem 15, 150 mm vastagság. Az igen, szépen be van szigetelve. Ó, Isten. Úgy van. Ez igen, szép kis szigetelő cuccos. Ezzel is szigetelték a külsejét. Gyönyörű szépen. Ennek ez is elérte a magasságát. 1, 2, 3, 4. 4 magas csak. Magasabb házakat nem építenek. Kivéve ezt az óriásit. Hát igen, ennyi. Mi lehetett ott? Fogalmam nincs ott hátul. Na majd valahogy utána kéne járni. Itt is lesz én szerintem valami épület, a 100%. Itt vannak a zsaluk szépen betornyozva. Na itt meg van, be is van pucolva. Szép fájér lesz. Úgy jól nekem az a kis tartály. Ilyen szép, ez már szépen megcsinálták. Na nézzenek oda már az erkének a korlát is. Elkinek a korlátja is fel van szerelve, oda nézzetek. Az igen, itt a járda, és a lényegében az erkét majdnem elérem a jártáról. Brutál. Hát ja, itt minden négyzetméter kihasználnak. Az igen. Jó, ez ma igen, szokásos körúton. Már a 11. 12. már. Már lassan egy éve készül ez a kis videósorozat. De mit mondjak, elég szépen haladtak. Az év alatt azért 1, 2, 3, 4 épületet felhúzni. Egy év alatt 4-et. Azért az szép. Mit írnak, hogy mikor? Várjál csak. Hol van ez? Mi a határidő? Pont a határidőt nem mutatod. Itt van, 22. Mondom, jövőre kész lesz elméletileg. Az egy év alatt 4 épületet felhúzni. Az szép teljesítmény. De ott mi lesz abban a nagy nyílásból, vagy gödörbe, vagy hogy nevezzem? Ott mi lesz? Ott nem mutat házat. Ott nem mutat semmit. De barikádozták. De azért bekukucskálunk. Aha. Itt lesz a garázs. Én szerintem csak annak kell lennie. Na. Így ennyi egyelőre. Be is fejezném a mondandómat, ami változás lesz, megmutattam, de visszapróbálok somfordálni a másik oldalra, és valahogy megnézni, hogy megtudni, hogy mit bütykölnek ott az emberkék, ahol a nagy tűzoltó autóval. Hát értem a másik oldalra, hát ha megtudok valamit.
de sajnos úgy veszem észre, vagyis úgy hallom, hogy ezek eltűntek. Na, hol tűntek? Bakker. Itt voltak még pár perccel ezelőtt. Ott van. El is tűntek. Sehol senki. Na mindegy, majd lehet, hogy majd én szerintem a helyi újságban majd benne lesz, és ha megtudok valamit, akkor majd jelentkezem. Ez van. Na, ennyi lett volna ez a kis videó, ezzel a kis tűzoltó akcióval fűszerezve. December 24-e, úgymond karácsony van. Hát sajnos csak most jutott rá időm erre a kis bemutató videóra az építkezésről. Mert nem szaporítom a szót, mert ugye délután jön a Jézuska, úgyhogy mutatnám is, hogy mi történt. Mint a szép sötét fejem van, na így most már jó. Kezdjünk bele. Na, ez így. Eddig itt hátul nem lehetett eljönni, de most el lehet. Itt lesz alól a garázs. Végig. Az ott összes épület együttes alatt itt hátul, itt három háztömb látható. Úgyhogy annyira haladtak, hogy ezt majd végig lebontották a lényegében az állványzatot. Már csak burkolni kell. Nyirázzálók szépen felbe van építve. Itt lesznek majd a balkonok. Vagyis az erkélyek. A daru szépen fölé nyúlik a háztömbünk fölé. Csak nehogy legyen valami nagy széloszt felborítsa. Lényegtelen, itt a középső háztömb, és ott a harmadik. Szóval szépen a szokásos körútra elindulunk, megkerül az egészet, és majd észreveszitek a nagy különbséget. Sétálgatok, itt szeretnék megmutatni nektek egy brutál szép kertet. Itt a lakók összefogtak itt hátul, ettől az autó Hyundai-ról már volt videó. Ezt majd ide visszajövök éjszaka, és majd bemutatom, hogy milyen szép fények vannak. Nagyon szép ám éjszaka. Gyönyörű szép ez a kert. Ez nagyon tetszik. De éjszaka a legszebb. Brutális szép. Na majd éjszaka értem a másik oldalra. Kialakítottak egy ilyen kis járdát. Lényegében két oldalt ilyen karavánok vannak. Na itt lehet látni, milyen mély az egész. Itt lesz majd a végén még varázs. És itt fönt, én szerintem itt egy gyönyörű szép erkélyek lesznek, nagy nyitott balkonok lesznek, itt ilyen nagyon szép lakások, biztos ilyen dupláron lehet majd bérelni. Ilyen apartman lakások lesznek. Egy végig fut, én nem tudom hány méter mély lehet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biztos, itt végig lesz kialakítva. Milyen érdekes megoldás itt ez az állványzat, ide fel van fogatva. Na most már látunk is valamit. Aha. Hát ja. Ezek a betonelemek brutális erősek és gyorsan kész vannak. Gyors kötőelemek biztos. Erre van építve. Ha még minél hamarabb megkössenek ilyen. Mondjuk itt nálunk itt ebben a városban itt nincs mínusz. Plusz 10 fokkal átlagban melegebb van az átlagnál, mert egyenlő egybe vagyunk. Szép. Itt a másik oldalt is van a gyárok, lehet, itt nem tudom mi lesz, itt már nem kéne háztömbnek lenni, itt lehet, hogy itt is még garázs lesz. Ha mondjuk ennyi lakónak lesz, ha az autója, az biztos. Na, az igen. Aha. Amint észrevehetitek, itt ez a háztömb már be van pucolva, gyönyörű szépen be van szigetelve, már csak az állványzatot kell lebontani, és én szerintem jövő tavasszal, vagy legkésőbb júliusban már lehet költözni is. Hát igen, itt haladnak a munkálatok, ha van pénz, akkor minden gyönyörű.
megyünk a másik oldalra. Ha itt is, gyönyörű szépen fel van. Aha. Állványozva, de hát itt a szigetel is. Szép. Az igen. De és ott a távolban, mint láthatjátok, ott már előrébb van a háztömb. Ott már le is vették az állományzatot, és lehet látni valójában, hogy mégis milyen lesz majd. De mondjuk az, hogy ilyen vacak szürkére festették minden a háztömb, hogy lehetett volna kicsit színesebb is. Én szerintem. De itt is lenne egy másik háztömb. Nem tudom. Ez miért itt ez? Na mindegy, majd utána járok. Kicsit húj a szél. Remélem azért lehet hallani, hogy mit nyekergek. De milyen nagy óriási balkonunk van, hát mondjuk kisebb, mint a miénk, de... Aha. Hát azért lehet látni, hogy ez modern építésű. De egy kicsit drágábbak itt az átlag lakások, drágábbak lesznek. 1000 euró per hó. De hát ez modern építésű, úgyhogy ez... azért kevesebbek. Hát is szebb lesz, gondolom. Ez igen. Hogy be lehetne menni. Hát azért nem megyünk be. Hát ilyen nagy balkon van itt. Brutális. Hát az igen. Na. Na itt már redőnyök is vannak. Hát ez teljesen kész van. Hát igen. Ott fönt van egy. Egy-két apartman lakás, az egész teteje a háztömbnek egy nagy terasz. Na, ott azt kéne bérelnem, hát én oda kevés vagyok. De hát ezt gondolom a szegényebbet majd kibérlik. Brutális. Aha, itt van már egy kis táblácska, várjunk csak. De hát ott nem kéne lenni háztömbnek itt közé, nem tudom mi van ott. Látjátok? Na mindegy, majd meglátjuk. Itt a háztömb, én szerintem ezt is jövő hónapban már be fogják pucolni és kész lesz. Na innen részről lehet látni dolgokat. Az igen. Szép. Még most kezdik majd még a balkont hozzáépíteni, azért állnak ki eladok is. A cél rudacskák. Nézzük. Aha. Úristen. Jó lesz, haladnak, haladnak. Én szerintem júliusra kész is lesz az egész háztömbbe, így folytatják, meg én idő lesz. Na, szuper. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a kis rövid kis beszámolót. Sietek, mert ugye karácsony van és nem sokára kezdjük építeni a fát és jön a Jézuska, én is kapok valamit, remélem. Köszönöm, hogy itt voltatok. Addig nem találkoznak innen is a kis videón keresztül. Kellemes karácsony nepeket és boldog új évet kívánok, de még lesz külön videó is. Szia, itt vagyok, hogy megígértem. Visszajöttem. Gyönyörű szép. Fel vannak kapcsolva a fények. Hát ilyet azért nem sűrűl lát az ember. Nagyon szép. Igazából én nem tudok bemenni. Még hátul még pálmafa is van. Brutális. Egy kis kihagyással újból egy építkezős videó következik. Mivel január-februárban nem történt semmi érdemleges. Teljesen. Idő volt. Már lényegében majdnem leszették róla az egész árványzatot. Úgyhogy már a nyilázárók is bent vannak. Próbálom egy kicsit közelebb hozni, hogy jobban látható legyen.
úgyhogy én szerintem egy fél év és teljesen kész lesz a komplexum, mind az öt épület. A mellette lévőt, de nagy változás úgymond, itt nyomják a meleget be a háztömbbe, hogy jobban száradjon a melegén nagy hőlékfúvóval, nagy teljesítményével, nyomják, hogy jobban száradjon. Úgyhogy itt lényegében már egy is be van már most, itt lehet látni ezeket a szürke részeket, itt már megy a szigetelés, az a 10 cm vastagságú, beszigeteli, úgyhogy az is kész lesz, nyilászárók már bent vannak, itt alól, én szerintem, kicsit visszaveszem a zoomot, úgy itt alól lesz majd a mély garázs, az egész háztömb alatt, mert ugyan kiszámoljuk, hogy van 5 háztömb és 60 lakás, ez 300 lakás. Mindenhol egy autóval, az minimum 300 autót jelentene. Annak hely is kell parkolni, úgyhogy azt is kellett alakítani nekik. Most kérdés, hogy ide befér-e 300 autó. De na, menjünk a másik oldalra. Átérkeztem a másik oldalra. Hát ez a három háztömbből hát az első, második, harmadik. Az első az már teljesen be van pucolva, vagy be van már szigetelve, a középsőt azt most szigetelgetik. A szélsőt, ez még így szerintem még nincs. Most nem értem, hogy most hogy állnak. Na mindegy. Itt lehet látni a mély garást. Ez olyan, mintha most nem értem, ez kétszintes lenne. Itt a mélysége alapján ez 1, 2, 3, 4, 5, van vagy 6 méter mély. Ez kétszintes lenne a mélygarázs. Ez jó lenne. Hágyatok meg. Bepróbálom rakni. Jobban lássátok. Úristen, mekkora nyilászárok vadonat, új hangszigetelt nyilászárok. Én szerintem most fogják majd szigetelni. Ja, meg látszanak még a hidőmtéglák. Úgyhogy ezt még most fogják szigetelni kívülről majd. Belső az már teljesen kész. Úgyhogy hát ez a harmadik item. Rendesen lehet látni, hogy be van szigetelve. Vagyis nem szigetelve, hanem fóliát raktak a talajvíz ellen. Itt vannak a lényegében a téglák, amiből építik a házfalát. Ezzel hangosok lehetnek ezek. 10, 20, 30, fél méterszer fél méteres kocka, és a szélessége pedig 1-15 cm. Az igen, itt lehet haladni, nem lehet valami olcsó. És ott is lehet látni, ott a háttérbe, ott ahol lehet látni a vas szerkezetet, ott is mély garázs lesz. És itt a nagy háztömb és az új háztömb között meg egy ilyen park lesz. Elméletileg is annak kéne lenni. Hát az a nagy dalú, ez mindig itt van. Ide rakták ezeket a kis pici robogókat. Elég gyorsan haladnak és jó minőségben dolgoznak itt a vállalat. Oda néz, milyen szépen bepucolták, szürke-fehér. Én mondjuk valami más szint választottam volna, de úgy akarták, én szerintem, hogy a nagy régi épülettel harmonizáljon a színe, de lehetett volna én inkább színeket is használni. Hát itt ekkora ablakok lesznek, hogy itt a járda mellett egy méterrel. Ha, érdekes. Itt a balkon, ez nem nagy, 2 méterszer 1 méteres. Ilyen kicsike kis erkély, úgymond. Na itt lehet látni a szigetelést, amiről mondtam, az a pulmok. Nem is 10, 15 cm vastag. Úristen, ez igen. Ott lehet látni. Itt a jó idő, előkerültek a bringások.
De én szerintem itt is park lesz majd, mikor mind a kész, mind az öt háztömb kész lesz. Külső parkolók, nem is tudom. Ide vannak már kikészítve a nyílászárók, az újak. A darunak, hogy fel tudja vinni a szintekre. Régebben itt állt a daru. De átköltöztették a másik oldalra, ott látható. Az idővel én szerintem majd betemetik ezt a gödröt, vagy nem tudom mi lesz itt. Na itt már nagyobb balkonok vannak. És a tetején úgy van kialakítva, hogy ott van egy ilyen nagy apartman lakosztály, ami dupla akkora, mint az átlag, meg árba is gondolom lesz, hogy 1500 euró havonta. Csak egész felső szinten csak egyetlen egy úgymond lakosztály lesz. Amit úgymond a szegényebb rétegnek alakítanak ki, aki azt meg tudja fizetni. Ez lesz vagy 120 négyzetméter, gondolom. Ott hátul jobban látszik. Ott. De mindegyik csak ilyen szürke fehér. Nekem nem tetszik a színé, van élénk szép színeket, mondjuk sárga, narancssárga, világos zöld. Ilyen színeket használtam volna. Minden háztömböt ilyen más színre festettem volna. Ezekkel sokkal több zöldet. A tetejére kialakítottam volna ilyen kis párkányokat ilyen. Na itt látszik az zöld terület, hogy itt lesz. Itt lesz egy kis park, meg ott is. Hát lehetne több zöld terület is. De hát ez van. Itt van a beton. A másik oldalról lehet látni a háztömböt. Hát nem tudom, mennyibe került ez a kis projekt a cégnek. Egy pár millió euróba biztos belekerült. De jó lesz. Hát jó is, meg nem is. Remélem, hogy valami üzleteket is ide fognak varázsolni, mert ennyi emberkének már kell üzlet is, bolt is. Hát itt ez a háztömb van lemaradva legjobban, de már nem értem, hogy most lebontották itt az állványt, akkor úgy fogják beszigetelni. Megint raknak szigetelő állványt. Na mindegy, mert ez még nincs beszigetelve. Na érdekes, mindegy, ők tudják. Na jó, ja, itt van még a trafóház, azt megmutatom. Itt is itt vannak a szigetelőelemek. Hát nem tudom, hogy fogják. Na itt van az új trafóház, ez már kész van. Innen kap áramot mindaz 5 új háztömbbe. Minden esetre rend tisztaságban, nincs kosz, nincs mocsok, minden szépen el. Először is meg szeretném magyarázni, hogy miért nem volt 5 hónapig. Hát azért, mert ugye már készen vannak a háztömbök, csak a külső munkálatok folynak, azok meg nem olyan látványosak, hát lényegében csak szigetelik és színezik az épületeket, úgyhogy ezért nem láttam értelmét, de most azért úgy gondoltam, hogy egy-két hónap elteltével azért mégiscsak körbejárok és megmutatom a változást, de ha velem tartotok, akkor most nem egy ilyen szokványos videó lesz, hanem most az egyik kész, úgymond lakásba beengedtek a házmesterék. Nem csak minket, hanem a környező lakókat is, akit érdekeltek, és ott is forgattam egy kis videót, és elég érdekes lesz. Tartsatok velünk! Na hát itt tartunk, be van állványozva, mint említettem. Úgyhogy most bent belső munkálatok folynak, úgyhogy minden háztömb kész van. Én szerintem egy-két hónap és teljesen át lesz adva az épületek. Úgyhogy ennyi, úgyhogy erről más nem tudok most nektek mutatni. Kicsit közelebb hozom, jobban meglátjátok. Megyek a másik oldalról is, csinálok pár képet és a videó végén akkor bemutatom az új lakást, amit majd aki akkor beköltözhet, és most majd információk is lesznek. Akkor elértem a másik oldalra.
Hát innen is lehet látni a háztömböt, hogy szépen be van állványozva, be van szigetelve mindegyik. Úgyhogy most már csak a színezés következik, meg a belső munkálatok vannak. Úgyhogy a zoomot egy kicsit hátrébb viszem, vagy nem közelebb, visszaviszem normálba. Így. Úgyhogy ennyi. Itt lesznek alól a mély garázs, végig a két háztömb alatt. És annyit sikerült kideríteni, hogy havi szinten ilyen 80 euróba fog kerülni. 80 euróba fog kerülni majd egy garázs. Itt van a régi, vagy 16 emeletes, és itt vannak már az új háztömbök. Ezek már lényegében be vannak színezve, lényegében már belső munkálatok vannak csak. Úgyhogy már csak járólapozás kell. Hát én szerintem már... Ja. Érdekes, hogy a balkon az majdnem kinyúlik a járda fölé. Brutális. Na, teljesen kész van. Itt még megmutatom ezt a másikat, ez is nagyon jól néz ki. És itt a háztömb tetején van 2-4 szobás lakás. Végig terasz az egész háztömbnek a teteje. És 2 lakás van ott. Azzal, ami nem is tudom mennyi, vagy 1000-1200 euró havonta. Brutális. Vagyis kaltméter, vagyis hidegen, még plusz arra rájön, vagy 400 euró még a plusz költségek. Na. Hát szóval ennyi. Ennyire haladtak egy év alatt. Az milyen jól néz ki ez a kis buszocska, mivel van itt. De van itt burkolva, hoppá, itt a daru, itt mit megy a munka. Ahol az a szék van, ott az ajtó. Ott lehetett bemenni. Jó. Én szerintem a darut. Nem tudom, darut viszik, vagy hozzá, fogalmam nincs. Ennyi lett volna az a kis építkezős videó. Köszönöm, hogy megnéztétek, és most nézzétek meg a bejátszást, amikor bemegyünk a lakásba, és ott ilyen érdekes információkat osztok meg veletek. Sziasztok! Itt láthatjátok, érdekes munkafolyamat zajlik. A darut bontják el éppen. Na, nincs rá szükség. Na, már mozog is. Mozog az oszlop. És a vászszerkezet most emeli föl. Úristen. Aha. Ó, hát milyen szél van. Azt a betyár mindenit. Föl így a forgószél kialakult. Jó lesz a kamerának a lencsének, tökéletes. Csak nem tudom, én szerintem ebbe a szürke lakásba fogunk bemenni. Ebbe. Ó, bakke. Azt a betyár mindenit. Szép. Már rakják a térkövet. Dolgoznak az emberkék, már nem sokára itt a határidő, ez a lakás már kész van. Kívül belül. Nagyon bízunk benne, hogy megengedik, hogy belehessünk. Azt jöjj, mekkora szél van itt, nem hiszem el. Itt az egyik szoba. Hello. Itt a Badi címe. Az Klósz ez a Klósz, ha? Itt lesz a szuban, tus.
csak nekünk fogadj fel 10 pénzt, ha most itt a folyosó. Ide be. Aha. Itt a lift. Na, osszuk jó. Szintén, Anderet. Vónunk. Itt Andere vónunk, jó. Viszi sztó alatt. Lange színvel. Vala színvel. Borogó szint, Slafa színe van? Na, itt Andel, itt Slafa színe. Ó, ez grósz ez. Antza, vaj, dráj, fír, szekcén kvadrátméter, cirka. Szekcén kvadrátméter, ez húz. Akkor antza, vaj, dráj színe. Jó, az csinálom, ez húz. Grósz. Hóha. Itt is kukra. A kukra. Itt is. Itt is. Itt is. Itt is. Uvasa. Aha. Akrök. Ja. Itt van. Ja. Várom, de kalt vasze. Steckdóze. Ja. Viszik meg a... Esze címe. Itt hívít esze címe. Skukra. Ja. Aha. Itt meg a... Slafe címe. Vagy nem. Nein. Ez a... Grosz. Visz. Ander a Slafe címe. Meg a grósz. Na egyelőre ennyi volt. Fel van iratkozott csatornámon, tudja, hogy egy építkezést figyelek, nyomon követek, havonta mindig felvettem egy videót. Hát most december 25-e van karácsony, és már több hónapja nem vettem föl az építkezésről semmit, mert nem láttam értelmét, de most már úgy veszem észre, hogy mint láthatjátok, ilyen 80%-ban kész vannak az épületek. Itt van alól, mindjárt meg is nézzük. Itt lesz alól a... Mi ez itt? Ja, ez a... Hoppá! Oda nézzetek. Itt van alól a garázs, és ez úgy van megoldva, hogy ilyen lift, vagyis kétszintes, ilyen lifttel lehet majd lefölmenni, vagyis ez emeli meg majd az autókat. Brutális jól meg van csinálva, egy nagyon modern szerkezet. De mint lehet látni, már teljesen kész van. Úgyhogy itt vannak a poroltókészülék is, úgyhogy itt lehet levenni a lépcsőn. Ajtó jobbra. Úgyhogy még utána lesznek még telemunkálatok. Úgy tudom, hogy már a lakásoknak egy részét már ki is adták, vagy nem is tudom, hogy meg is lehet-e venni. Úgyhogy most így néz ki decemberben a lakópark, úgymond. Hát ez mit ez a... Sebváltó, ha valami. Kézi készülék. Hú, de jó lenne nekem ez a kis kavics. Telekhez egy-két utánfutóval elvinni. Lehet, hogy meg is kérdezem, hogy hát a maradt nekem egy pár köbméter, vagy ez, jó lenne ez a salak. Mert így is elakadtam párszor az autóval. Na, de mindegy, most menjünk a lakópark másik oldalára is, nézzük meg azt is. Ott van a én háztömböm, és itt van az új háztömb. Nagyon jó idő van, plusz 12 fok, süt a nap. Brutális. Na, itt lesz a mély garázs, itt vannak a nagy balkonok. Hát egyik nagyobb, másik kisebb. Nagyon jól néz ki. És itt van a másik háztömb. Itt már lehet látni, hogy megnyitották a terepet, meg volt a tereprendezés. Itt már be is vannak költözve. Lehet látni az újságokat, itt vannak a balkonon a székek.
úgyhogy itt arra. Nem is tudom, hogy el lehet menni, vagy nem. Ja, itt még le van zárva. Szépen megcsinálták. Hát ez valami nagyon tetszik, nagyon. Itt is lesz egy balkon rész, hogy nem is tudom, itt még nincsen korlát, vagy nem is lesz. Vagy nem tudom, mi lesz itt. Na mindegy. Minden esetre szépen beillenek a környezetbe, a színe is, itt lesz majd egy kis tereprendezés, itt gondolom lesznek bokrok, fák. Szépen ott be van füvesítve. Gyönyörű szép lett. Itt van a 16 emeletes. Már be lehet kukucskálni a lakásokba. Hát itt, hát mondjuk ezek az erkélyek, ezek nem nagyon tetszenek nekem, ezek a fém hatású kis lemezek, ez nem a legszebb. Hát ide is még teleprendezés, füvek, bokrosítás, fákat gondolom majd fognak. Hát itt még nem az igazi ezen a részen. Úgyhogy... De lehet látni, hogy szép munkát végeztek, nincsenek megrepedve a falak, meg mit tudom én, nagyon fasz. Itt van, 5 épület együttesről van szó. Hát én szerintem még 1-2 hónap, most nem tudom, hogy még decemberben folytatják-e, de a ilyen idő lesz biztos. Itt van a felső parkoló lesz majd itt ezen a részen, és itt van a föld alatti parkoló rész, parkolóház. Amit le lehet menni, itt lesz majd egy nagy sorompó. Húha. Az igen. Vagy nem sorompó, hogy mi ez, nem is tudom. Ja nem, ez egy ilyen kulcsos megoldás lesz. Itt vannak autók is. Az igen, most nem tudom konkrétan, hogy mennyi autó fog ide beférni, de ha az a liftes megoldás van, akkor biztos, hogy nagyon sok, több mint 100 gondolom. Nem is tudom, mennyi 50 vagy 60 euró havonta a parkoló bérlése. Nem tudom, hogy itt mennyi. De ha, itt a részete. Ilyen 71 méterre van, 80 centire van a balkon magassága főttől. Itt mi van itt lent? Itt valami, jaj, kazánok vannak. Hát itt még elég brutális földmunkák lesznek, de szépen megcsinálták, mit mondjak. Itt van a trafóházon, áramot kapja az épület együttes, ott is még én szerintem. Hát ezt nem tudom, hogy az, ott, oda valamit még lehetett volna lakni, egy kis teraszt, hogy valamit befüvesíteni. Na hát, mit ma meglátjuk. Úgyhogy ennyi lett ez a, ennyi lesz ez a kis bemutató, én szerintem még egy bemutató lesz majd, én szerintem, amikor teljesen 100%-ban kész. Nos, aki figyelemmel követi a csatornám eseményeit és videókat, azt gondolom tudja, hogy én egy építkezést figyelek havi szinten, megörökítem az eseményeket. Hát úgy gondoltam, hogy elérkezett az utolsó nap, már kész van az építkezés, úgyhogy ez a kis videó most arról fog szólni, hogy megmutatom, hogy mire haladtak az emberkék több mint egy év alatt. Úgyhogy én szerintem nagyon szép lett, hát igaz, még egy-két fát meg bokrot még én elültetnék, de mint láthatjátok, elég tűrhető lett. Most kamerát váltok, és nézzétek velem. Kialakítottak egy ilyen láncos parkolóhelyet, ami havi 50 euróba kerül, van rajta egy kis lakat, amit ha megadod a számla számolod és utalod a pénzt, akkor megkapod a kulcsot. Hát...
Hát vannak még üres helyek. Hát itt vannak ezek az oszlopok. Ezek is ilyen rozsdamentes acélból. De azt nem tudom, hogy ezt miért hagyták így ezt a területet. Van itt egy ilyen csippes sorompó. Itt is ugyanúgy, ha megadod a számlaszámon és fizetsz 50 eurót, akkor beenged. Be van füvesítve szépen. Építettek ültettek fákat, bokrokat. Itt van az egyik háztömb, másik háztömb, harmadik háztömb. Már egy-kettőben laknak is. Hát nem tudom, ide még ültetnék azért még valamit. Itt nem tudom, hogy miért van így kialakítva ez a terület, hogy itt autóval el lehet menni, itt hátul, vagy fogalmam nincs. Itt van alól a mélygarázs. Itt vannak a régi háztömbök, ott az én háztömböm. Itt ilyen kis parkot akartak kialakítani én szerintem, de hát ide padokat kéne még akkor még elhelyezni. Ott fent vannak a nagy apartman lakások, ez ilyen 120 négyzetméteresek. Én szerintem, ja. Itt vannak a nagy balkonok, erkélyek. Ide is lehetett volna még valami teraszt kialakítani, mondjuk odaföntre. Mondjuk ez szép itt. Úgy látszik, hogy van lomi. Kedvencem. Na nézzük akkor, mit találunk itt. Ezt nem is tudtam. De először is vannak ilyen fotelek. Mit tudom én, nagy szék. Szétszerett szófák, pozdori alapok, macska, bőrönd, telefízió. De ez lehet, hogy működik mondjuk. Poroló. Ezzel kell elvenni az asszont, ha rossz alkulik. Ez mi lehet ez az állvány? Van itt ilyen szalámi szeletelőgépezet. Van itt ilyen komplekt ilyen madárkalitka. Nagyon szép. Madár nincs benne. Ja, komplekt még minden. Kajapia, minden van meg a jószágnak. Ilyen tárórólekek. Hát gyerekek, látjátok, ez van. Szék, visszatérve. Ilyen fürdőszobai, a szekrényke, televízió, telefunkön. Na, tessék. Na, menjünk tovább. Kialakítottak ilyen, itt is ilyen sorompós rendszer van. De nagyon szép, modern design. Na, itt már egy emberke parkol a saját meg a magán kis gépjárművével. Kialakítottak ilyen kis játszóteret, hogy még nincs kész teljesen, 99%-ban van. Ja, itt vannak a szemetesek. Nagyon korrektű világítás kialakítva. Ez szép. Itt van a nagyház. Itt még a játszótér, az még most van kialakítás alatt. Napközben intéztem egy kis hivatalos ügyet. Hausmeister, itt van a régi háznak a bejárata, én is itt laktam pár hónapon keresztül. Szóval ez az a kis... Na szóval, itt van a kerékpártároló. Nagyon szépen ki van alakítva. Nézzétek, korrekten, modern kialakítás.
le lehet menni a mély garázsba. Modern. Szép. Na, szép lett azért. Hát sok a beton, én mondjuk több zöldet raknék. Hát mondjuk itt a másik parkolórész, ezt is kialakították. Ki van alakítva, nagyon szép kis kerti asztalka, ide kirakva, ide ki lehet ülni, lehet kártyázni, lehet sakkozni. Igen. Na, úgyhogy nagyon szép. Csak sok a beton, mint említettem, itt nem tudom miért van. Ha. Ez mi lenne ez a kis... micét szolgál, ez pad lenne, vagy gyerekeknek játszol, nem tudom mi ez itt olyan. Vagy szertornászoknak ilyen gyakorlópálya, vagy mi, fogalmam nincs. Hát jó. Hát szebb, mint volt minden esetre. Ilyen 200 családdal több. Tud most így modern körülmények közt félni, hát igaz, a mite az drágább. Jóval, mint amit én fizetek, de hát szigeteltebb lakások vannak sokkal szebb környezetben, úgyhogy ez teljesen érthető. Emelkedtek a rezsiköltségek. De én szerintem mindjárt megmutatom majd a mélygarást is. Most azok a nagy betonok, ezek mik lennének itt? Várjunk csak. Ezek mik lennének, ezek az oszlopok itt? Ez nem tudom, bicét szolgál. Ez fogalmam nincs, ezek a pár tonnás betonoszlopok, ez mi lehet itt? Fogalmam nincs. Itt is itt van a sorompós rendszer. Itt is itt a parkoló. Hát de, mint említettem, elég sok az üres hely, mert fizetős, 50 euró havi szinten. De hát itt kintre lehet parkolászni. Hát az a trükk, hogy egy nagy parkolót innen 200 méterre rájön, hogy ingyenesé tettek. Még van tart az építkezés. Úgyhogy, de mivel kész az építkezés, én azt gyanítom, hogy most már fizetőssé fogják tenni, vagyis nem fizetőssé, hanem 2-3 óra múlva el fogják szállítatni, és azt tényleg el is viszik. Úgyhogy én is muszáj volt nekem is egy parkolóhelyet bérelnem. De csak egyet, nem tudom majd, hogy oldjuk meg, majd lehet, hogy később még többet. Úgyhogy muszáj lesz, mert nem tudunk hova parkolni tényleg. Ú, milyen szép is jószág van a gyerekek. De nézzetek. Ez igen. Rendszámot nem mutatunk. Én szerintem már ilyen 10%-ban elfoglalták a lakók az új lakásokat. Hát visszatérve parkolóra, hát nekünk is 3 autó van, hát nem tudom minek, mindegy, ebben ne menjünk bele. Erre megyünk vissza, itt erre elmegyünk, erre közelebb. Gyönyörű szépen kialakított kis lépcső. Brief, kasz. Na, hát ilyen lett a kis lakópark, amit nyomon követtem én havi szinten, és megérkeztünk ez az utolsó rész, és most fogok csinálni majd egy ilyen montást, ahol az teljesen az első úgymond kapavágástól teljesen idáig majd nyomon követhetitek az építkezés folyamatát. De szép. Hát nem tudom, hogy itt mit akarnak csinálni, én ezt termőfölddel nem tudom, hogy be... Ahogy látni, de nem, ez nem termőföld, ez ilyen kabicsos valami, de ide ilyen gyönyörű szép tujákat vagy valamit beültetném, sőt, itt ki lehetne alakítani egy kis parkot is ilyen korláttal körbe, és akkor itt ki lehetne ülni, lapozni, meg ilyen napernyőket ki lehetne ide telepíteni. Amilyen időjárásáról lenne, úgyhogy én ezt még is hiányolom. De ki tudja, lehet, hogy majd a későbbiekben majd erre is sor kerül. Na és itt hátul visszajöttünk, hát itt is. Ez az én háztöv, itt lakom a 6. Hát ez fogalmam nincs, hogy ez mit lenne itt, ez a nagy üres terület. Nem tudom, hogy mi. Ezt tudom, hogy itt lesz valahol a parkolóhelyünk. Az a jó, hogy nincs fa. Ez miért jó? Hát
Egyrészt azért, mert nincsenek rajta madarak és nem piszkítsák össze az autót. Ezáltal nem károsodik az autónak a lakrétege. De viszont az a hátrány, hogy hát mondjuk a pár órát van csak napon, mert mint látható itt a fák árnyékolják. Itt is a háztömb árnyékolja, úgyhogy itt lesz valahol, én szerintem ez lesz vagy az. Úgyhogy ennyi a építkezés. Hát vannak még hiányosságok, amit még szerintem még lehetne pótolni. Tehát reméljük, hogy a városvezetés előbb-utóbb észreveszi ezt, és megteszi a megfelelő lépéseket ez ügyben, úgyhogy mert mondt itt a régi háztömbünk, ez a miénk, nagyon szép parkos terület. Ez itt várostól 2-3 kilométerre lakunk, nem a bent belvárosban, hanem itt a város szélén. Zöldövezet lényegében, egy park közepén, ami nem egy hátrány. Hát ez a csúnya konténerek, ezek nem tudom, az Istennek vannak itt. Na szóval én lennék itt a városvezetőségében valami tag, akkor ide is még kis sétányt kialakítanék. Pár kis asztalkával, székekkel, padokkal, egy kis csobogóval, mit tudom én, szépen automata öntözést kialakítanék, és akkor kijöhetnének az öregek ide sakkozni, mit tudom én, pihenni, olvasgatni, mert itt ebben a háztömbben ilyen túlnyomó részt öregek laknak. Hát, ennyi lett volna ez a kis összefoglaló, elérkeztünk az utolsó részhez, és az építkezés, hát egy sorozat véget ért, valahol sajnálom is, de örülök neki, hogy azért szebb lett, mint volt. Kis hiányosságok vannak, de hát azt megoldódik későbbiekben. Egy-két hét még összeállítom az új videót, és megláthatjátok. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!